az volt a kívánsága a nézőinknek, hogy húst akarnak, úgyhogy akkor még egy hús jöjjön. Na, gyerünk! Abszolút. Csinálunk akkor egy spalhelyban sült töltött paprikát. Nagyon hogy, jó. Hogy ilyen formán is lássák. Van. Van. Itt van a friss kakukk. A kertedből? A kertedből friss kakukk, az enyémből meg friss majoranna. Virág is van. Igen. Olyan gyönyörű a kakukkfű, mikor virágzik. Igen. És az egész bokor egy lila habocska a virágoktól. Ugye Saninál nincs étel kakukkfű nélkül. És mangalicaszalonna. És mangalicaszalonna nélkül sem. Biztos, hogy biztos legyen ez is benne. Így van. Ez sima darált sertés. Az most egy sima darált hús, igen, sertésdagadó és lapocka. És azt fogjuk csinálni, hogy szalonán fogjuk megpirítani a belevaló hagymát egyébként, jó, mert én pirítom a hagymát. Jó, de akkor ez nem egy ilyen nagyon könnyű nyári töltött paprika, hanem hát ez nyári, csak ilyen kis keményebb cucc. Inkább az, hogy az ízek mások lesznek. Uh-huh. Tehát ugye nekem ami lényeges, hogy nagyon szeretem az enyhén füstös ízeket. Ebben az esetben ez adja meg. Én mindig nagyon könnyedre készítem, az anyukám ugye receptje, teljes függőség a családban a töltött paprika, és nekem ez most egy újdonság lesz. Hát főleg, hogy az az érdekes benne, hogy van egy olyan, ez a sült paprika, ez természetesen klasszikus tévépaprikával is meg lehet csinálni, de mi kaliforniai paprikába fogjuk tölteni, és az lesz az érdekes benne, hogy a sós íz egy domináns édes íz fog keveredni. Édes, ahogy megsül. Édes és vastag a húsa. És ugye ez megsül benne a sütőbe, és mire megsül, addigra elkészül benne a töltelék is. Aha. Ez egy tényleg teljesen más étel. Ugye itt most azokat az embereket céloztuk meg, akik szeretik a töltött paprikát, nem a húsgolyót. Igen, a rendes töltött paprikát. Töltött paprikát. Ugye egy kis finomra vágott. A hagymát? Én mindig ledinsztelem, mert nem szeretem az éles ízét, hanem simulékony ízre lesz a ledinsztelt hagymának. Hagyja érvényesülni egyébként a sok fűszernövényt, amit viszont használok. Igen. Mert szépen itt addig dinsztelődik. Te beleférsz az abba? Hát így szépen, igen. Épp hogy? Éppen hogy, de így lesz. Teljesen jó lesz. Kérsz arra egy kis sót? Lehet rá, akkor legalább enged egy kis. Igen. Jó, és akkor könnyebben összerogyik. Kihasználva sparheltunk adta lehetőséget, igen? Paprikát, ezt majd dekorációs céllal, addig szépen ötlen. Meg lehet őket sütni, ezt vissza lehet majd ezt a kalapot tenni tálaláskor rá. Uh-huh. És akkor még plusz tudom, hogy mint ahogy a hagymából, de ennek most az a jelentősége, hogy a töltelékben a zöld. Tehát ugye ebből ezt viszont nyersen vágom bele. De jó, ugye van. Te is szereted harsok. A konyhádban a hangokat? Én imádom, hát, imádom, és ráadásul én a hagymaszárat azt különösen szeretem. Ugye a párom, amikor eszi a új hagymát, akkor ő megeszi idáig, én meg megeszem onnan, de egyébként bármilyen. Ez az egészségesebb része. Akkor rakunk bele ugye elengedhetetlen kakukkfű virággal együtt, majoranna. Ennek is lágy a szára, ettől nem kell félni gyakorlatilag. Hát a majorannával meglőttél kicsit, de tegyed. Mert? A gyerekkoromban évekig nagy hektárszemre a majorannát termesztettünk, és annyira túlcsordultam. Én imádom. Ez a helyzet. Úgyhogy nekem a munka jut róla eszembe. Az üdességet ez adja. Igenis. Szépen itt ez egy ilyen nagyon jó fűszeres, illatos. Igen. Amúgy a klasszikus fűszerekből meg viszonylag kevés van benne. Én azért szoktam kizárólag piros paprikát beletenni, hogy ne legyen sápat. Hogy ne legyen szürke, csinos legyen, mert nem kell bele, de rakunk bele egy pici piros paprikát. Magyar szemnek jobban tetszik. Borsot. Igen. Abból is ilyen durvát szoktam. Aha, sokkal finomabb. Só. Sokan abban a hibába szoktak esni, hogy biztosan összeálljon a töltelék, sok tojást raknak bele, csak akkor keményebb nagyon is lesz. Nagyon rossz kemény lesz. Úgyhogy ebben bőven elég, ez most 1 kg hús gyakorlatilag, és még hozzájön ez a 20 deka rizs. Főtrizs, ez főve 20 deka. Megkérlek, légy szíves. Dolgozzam össze. De ha olyan, akkor bele is mehetsz kézzel. Tiszta a kezem. Hát akkor... Hát fakanállal nehéz is lenne egyébként. Te tudsz keveset is főzni, Sanyi? Igazából nem szoktam. Tehát az a helyzet, hogy most... De hát, ha kettőre ugye lent, lengyarmat pusztán az van, hogy nekiállok a kájába főzni, és tána szoktam, van egy közös csoportunk, egy szomszédok csoport. Aha. És fölrakjuk a szomszédok csoportba, hogy mit főztem, hogy írja meg, aki akar. És akkor kiakasztom a kerítésre szatyorban. De jó. És akkor jönnek, elviszik, és akkor mindig találok ott a vadászhoz, múltkor vadkolbászt,
kaptam homoktövisszörpöt, a másik hozott lekvárt. Tehát, de hogy ez így... a lényege a közösségben igen. élésnek. Nálunk erre vigyázz most, mert ez meleg várjál, lesz. Már nem vállalom kézzel. Solymáron ugyanez, hogy megyek haza, és ha kis csomag van a bástyán, akkor biztos a Joachim volt ott nálunk, és hozott valamilyen káposztát, vagy disznóvágásos kóstolót. Most már majd belemehetsz, mert ez így... Hát tudod ám, belemehetsz. De ez már nem meleg. Égesd meg te magad. Nem, tényleg nem meleg. És végül, de nem utolsó sorban, álljunk bele egy picike fokhagymát. Jó illata van nagyon már. Jó, hát ezek a fűszernövények zseniálisak. És akkor még hagyma, de ez már az alapja gyakorlatilag a töltött paprikának, és miután ugye ez le lesz turmixolva majd. Mármint a szaft? A szaft, igen. Aha, mert hogy ebbe belesül majd, erre fogjuk ráállítani a paprikákat. Tehetem bele a töltelékbe? Mehet, igen, hogyha, de kóstoljuk meg előtte. Sotlan? Nem. Nem, pont jó. Mennyire szeretnéd púposra? Jó, nyomkod meg, és utána egy pici púp legyen így jó. A tetején, mert ugye ez össze fog sülni egy kicsit. Zeller. Zellerszár? Bizonyán. Mármint a gumós zellernek a gumós zellernek a levele. Így szépen fogjuk és alávágjuk a töltött paprika alá, és lesz nagyon kellemes zelleres íze a paradicsom szósznak. Igen. De tudod, hogy több tölteléket készítettél, mint ahány paprikát? Hát, nem baj. Konkrétan ugyanannyi töltelékünk van még. Ezt a tölteléket így a tojás miatt nem lehet lefagyasztani. Hát igazából nem jó a darált húst fagyasztani. Igen, meg a tojás. Sajnos azt nem. Én azt szoktam ilyenkor csinálni, hogy amikor kész a szósz, akkor fogom és beledobálom a szószba. Na és akkor egyet rajta, és akkor ott van az a fajta húsgolyóstokok is az öröme. Innentől kezdve ebben már ezt nem kell finomra vágni. Tehát az ágyban van vöröshagyma. Vöröshagyma. A zeller levele. Zeller levele, fokhagyma. Fokhagyma. És mindjárt jön rá paradicsom. Az milyen paradicsom, Süri? Az egy hámozott paradicsom. Nagymamám is annak idején tett el hasonlót, hogy darabos a paradicsom benne. Aha. Csak így lehúzta a bőrét. Így van, lehúzta a bőrét. És úgy rottyantott össze. Egyet összevágva, és el lett téve üvegbe. És abból sokat. Ebbe sokat, igen. És te teszel cukrot bele? Én meg szoktam kóstolni, amikor a szóst csinálom. Ha nem kell, nem. Mert én szeretem a savakat, de ha kell, és hogyha szükséges sűrített paradicsom a behúzáshoz, mert én nem sűrítem liszttel. Ja, nem. Ha a sűrített paradicsomot rakok esetleg még bele, akkor egy kanál cukor lehet, hogy elfér. Jó, mert hogy ezért ez egy fűszeresebb, meg füstös, meg minden, úgyhogy erre nem biztos, hogy és kell, egyébként igen. Nyugodtan lehet a tetejére rakni. Tehát, hogy lehet ide is rakni, hogy fedje ezt a húst, és süljön meg a paradicsom. Nagyon-nagyon jó íze lesz így. Azért ez nagyon jó, hogy lesz töltött paprika variáció. Hát ez ennyi. Elég most kap szép. Egy fóliát, és be fogjuk szépen a spárhelyba rakni. Így van. És csak a végén veszed ez le. Körülbelül 40 perc, 1 óra. Aha. Annyit kell bent lennie. Nagyon szép a tepsid. Nekem köszönöm is van szépen. Egy, csak nem családi, hanem az ecseri piacról. Hát ez a páromnak volt az édesapjáé, és azt hiszem, hogy előtte pedig a nagymamája. Ezek nagyon jók. Ez talán régi kacsasütő öntött. Igen, igen. Csak ezek beférnek a sparheltba. Pont, még arra, még csak sparhelt volt, tudod, és be igen, ezek sparhelt méretűek. Igen. Azt a milyen szép lett. El is készültek. Na, de milyen az illata? Na és most annyi a feladat, hogy fogjuk ezeket szépen kiveszegetjük belőle. De látom, jó puha lett. Igen, most már átsült a paprika is. Most földől ideges leszel. Jó lesz így. Egy legalább megmutatjuk, hogy ez na, a fele is mondta. Remekül néz ki. Pont így akartam. Igen. És akkor fogjuk magunkat. És azt egyszer csak leturmixolod. És leturmixolom így van, és utána még utána ízesítek. Hát ugye itt már a hagymától kezdve a zellerig mindenig szépen belefőtt. Erre jó az, hogy így behűlt az esőtől, hogy gyönyörűen látszik, hogy gőzölök. És akkor botmixerelünk. Hoppá!
Kóstolunk egyet, köszönöm szépen. Enyémet is más bele, légy szíves. Köszönöm. Szerintem só az biztos, hogy fog kelni vele. Igen. De hihetetlenül, egy eszencia. Igen. Hú. Jól érezhet a paradicsom. A biztonságnak ugye ott volt a sűrített paradicsom, nem kell hozzá. Egy pici só. Egy pici só és cukor se kell. Nem hiányzik. A hagyma is édes, ugye? Igen. És beédesítette. Hú, nagyon finom, Sanyi. Egy pici nem, só. Mint a meglepődnék. Egy pici bors. Pici bors. Mikronnyi. Hát, mikronnyi. Bízom az ízlésedben. Ezzel még egyet turmixolunk és tálalunk. Miután ugye melegen van összeturmixolva, ezt már nem kell újra forralni. Persze, tűzforró. Hát tűzforró. Jó. Vágok még egy pici frissítőnek egy kis hagymát. Egész vékonyra. Igen, az úgy nagyon... Csak az íze kedvéért. És akkor vágunk egy pici petrezselymet is. Na, melyiket szereted? Ezt, mert ez áll. És annak jó paradicsomos a teteje. Igen, ez úgy magányul is néz ki. Én nagyon szeretem a szószt, úgyhogy én nem fogok ebből keveset rakni. Pont ezt akartam mondani, hogy tegyél elég szószt, légy szíves. Igen, én is nagyon szeretem. Minden, amin szósz van, ott rontják el, hogy csak mutatóba adnak hozzá. Meg ami érdekes, hogy sokan kérdezték, hogy és mi a körete? Ennek nincs. Nem kell tudni, az a helyzet, hogy benne van a rizs is, többek között. Persze. Hát elég jól néz ki. Milyen az csinos az ez is. Azért ez egy emberes adag. Úristen. Azért így se csúnya. Nem. Na, nem, én viszont szeretem jó a paprikát is, úgyhogy a töltött paprikát szeretem. Igen, a paprikájával együtt. Igen, igen. Vigyázz, ez most nagyon forró lehet. Nem, a töltött paprikát egyébként. Annyi zseniális. De jó étel ez. Szósz neki. És ebben milyen jó. Még a végén megszeretteted velem a majorannát. Igen. Igen. A friss majoranna az más. Nagyon finom. Nagyon jó étel. Föl kell venni a családi étlapra. Komplexebb íze van ezekkel a sült dolgok, hogy egy kicsi pörzsanyag, hogy rásül a paradicsom, megsül a hagyma. Neki egy kicsit komplexebb íze van, nem az a főt, hanem inkább olyan sült. Isteni finom, köszönjük szépen!